Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger TV híradóval mindig képben lehet, mi történik a hazai zenészvilág berkeiben. A legfrissebb zenei híreket nálunk hallhatja először, beleshet velünk a kulisszák mögé, és mindent első kézből tudhat meg, hiszen az ujjunkat mi mindig a zenei élet ütőerén tartjuk. A mai adásnak egyetlen vendége, de számtalan témája lesz, hiszen a Neoton Família sztárjaival mindig történik valami. Most épp legutóbbi villányi koncertjük apropóján beszélgettünk velük közvetlenül színpadra lépésük előtt. Sűrű időszakon van túl Csepregi Éva, hiszen január 6-án nagyszabású karrier összegző nagy koncertet adott, ami azóta már a streaming felületeken is elérhető. Emellett életműve elismeréseként egy bélyeg, illetve egy bakelit lemez is megjelent. De az énekesnő és a 17 éves múltra visszatekintő Neoton Família sztárjai formáció alig győz eleget tenni a koncertfelkéréseknek. Hogy miként viszonyulnak a folyamatos turnézáshoz, és mi motiválja még őket, hogy az ország legkisebb és legnagyobb színpadain is fellépjenek, arról Csepregi Éva és Végevári Ádám osztotta meg velünk a gondolatait. De szó esett arról is, mit gondolnak a mai fiatalok zenéjéről, és kell-e tartaniuk tőle, illetve a csapat dobosa, Hitli Dávid mesélt nekünk saját zenekara, Csak anyám meg ne tudja című új albumáról is. Kezdődik tehát a mai Sláger TV híradó, amelyhez mindenkinek kitűnő szórakozást kívánok. Nekem ez akkora nagy álmom volt, éppen ma jelent meg egyébként 6 órakor a teljes koncertanyag, és hát én nagyon boldog vagyok, mert igazából az, hogy tudott ott egy felvétel készülni, ugye sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Neoton koncertekről nem nagyon készült, és ez elég sajnálatos egyébként. De hát erről a koncertről készült, megjelent egy bakelit lemez is, az egyik fele piros, a másik kék, úgyhogy ilyen nagyon jól összeértek ezek a dolgok, ugye a maga bélyeg, ugye enyém volt az első személyes bélyeg, a kitüntetés, tehát ez az egész év az olyan fantasztikus volt, hogy csak úgy kapkodtam a fejem, és ráadásul még kaptam üdvözletet ugye a miniszterelnök úrtól is, aki gratulált a koncerthez. Azt hiszem, hogy ez beérett ez a dolog, ennek meg kellett történnie. Tehát annyi, de annyi dal van, ugye Bobby dalok, Bob Hitli dalok, szóló dalok, a Neotonban az én dalaim. Tehát egy kicsit olyan fura ez az életmű, mert hát hol van ez a teljességhez képest? Nincs igazán arra mód, hogy az ember minden dalt ugye felsorakoztasson. Készülök most egy Erkel Színházra, az is januárban lesz, és ott Korszakok, az lesz a címe a koncertnek, ahol a Neoton swingtől kezdve a mindenféle korszakomig lesznek dalok benne. Imádom ezeket a fellépéseket. Nekem azt kell, hogy mondjam, hogy a Hakni, ugye a jó értelembe vett Hakni volt az egyik iskolamesterem. Tehát hogyha tanácsot adhatnék mondjuk a kollégáknak, a fiatal kezdőknek, akkor azt mondanám, hogy kezdje mindenki valahogy ott, és próbálja ott meghódítani azt a akár még egy maroknyi közönséget, aztán menjen szépen tovább, és nehogy azt higgye, hogy mindig csak a nagy koncert van. Mert a közönség az ott van a kisebb helyeken, ott van egy privát partin, ott van
egy arénában, vagy egy névstadionban, az teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, akkor is a közönséget tisztelni kell, meg kell szórakoztatni, hogy úgy mondjam. Szerintem ez egyáltalán nem egy olyan hullámvasút, amit az ember akár rossz értelemben él át. A Neoton Família sztárjai együttesünk, ugye most már 17 éve menetel egyfolytában, és ez egy olyan dolog, hogy ugye azóta egyre több és több a koncert, én szerintem a látványban, a hangosításban, mindenben mehetünk, vagy megyünk előre, amellett, hogy a dalok nagyjából mindig ugyanazok, ugye, mert a nagy slágereket el kell játszani. Ugyanakkor meg nem nagyon lehet ezt mérlegelni, hogy na most nem vállalunk többet, mert vannak a kiemelt időszakok, van a május 1-e, augusztus 20, stb. És akkor az ember mindig örül, hogy jaj, de jó, telik a naptár. Tudom, hogy egy idő után ez egy megterhelő dolog, de én azt hiszem, hogyha tudunk bánni az energiáinkkal, és ráadásul nálunk a zenekarban ugye több szólista is van. Van az Ádám, az Öcsi, én, a duettünk, tehát lehet egy kicsit úgy dekázgatni ezekkel az energiákkal, akkor szerintem megoldható az, hogy ne legyünk teljesen hullafáradtak mondjuk egy-egy koncert végére, mert hát már nem az van, mint régen, amikor úgy kezdődött a koncert, hogy földobtam a lábamat az égbe, meg föl a bokámat, a nem tudom hova, mert hát az már nem is lenne ízléses, nem is kéne olyan sokat mozogni, ugyanakkor meg kell születnie a daloknak, a nyárvarnak, a satöbbinek, tehát valamit kell adni azokból a temperamentumokból, amikkel annak idején gazdálkodtunk. Tehát inkább az utazás az, ami fárasztó, egyre inkább fárasztóbb, viszont jó társaságban, hogy úgy mondjam, repül az idő, és tényleg, ha Dávid velünk van, akkor jókat szórakozunk, zenét hallgatunk, beszélgetünk, tehát mindent meg lehet oldani, de ezzel együtt teljesen igaz, a Dávid nekem is mondta, hogy anya, vigyázz, mert az ott kemény lesz. Hát meglátjuk, hogy bírunk ezzel boldogulni, minden esetre én örülök, hogy nagyon sok koncert van. Nem nagyon volt még olyan, hogy ne lett volna kedvem elindulni. Mindig azt várom, hogy mikor megyünk már. Tehát nem cserélném fel azzal, hogy fú, de jó lenne most itthon maradni, nyújtózkodni egyet. Szeretek otthon lenni nagyon. Inkább a többi programot fogom egy kicsit visszafogni, mert valamelyik nap is úgy bosszankodtam, hogy úristen, most elmegyek reggel 8-kor otthonról, vagy van egy tornaórám 9-kor, utána gyorsan összekapom, elrohanok mindenhol, és hazajövök, mint hogyha a ganzmávakba dolgoznék este 7-kor. Tehát, hogy ilyeneket nem kéne csinálni, és ezt most elhatároztam, hogy amikor koncert van, akkor ezzel foglalkozom. Beéneklek, átgondolom, stb. És pihenek. Van 60 vagy 70 koncert, és még évvel még járunk el fellépni is. 2019-ben gondolkoztam rajta, hogy hú, most már kicsit sok, és vissza kéne venni, és akkor megjött ez a
ez a Covid járvány, nem mondok egy pejoratív jelzőt rá, megjött a Covid járvány, és március 14-én lemondták a koncertet, onnantól semmi, és akkor rájöttem, hogy én ebbe bele fogok halni, én depressziós lettem, én nekem minden bajom volt, tehát azóta azt mondom, hogy ami a csövön kifér, és ameddig bírom, ezt csinálni kell, mert anélkül tényleg depressziós leszek. Tehát engem ez tart életben. Én nagyon szeretek más együttesek koncertjére járni. Hooligans, most voltam Magna Cum Laude-n 2 hete, tegnap voltam a Divas koncerten. Először is azért, hogy megnézem, hol tart a koncertvilág, másodszor is mindegyikből lehet tanulni, akár jót, akár rosszat. Kicsit túl sok is különben, akik jönnek, és főleg a nyakunkba szakadt az összes külföldi tényleg világsztárok jönnek, és nekünk meg velük kell felvenni a versenyt. Nyárvant és a hónap hajnalékot és a 220 felettet nem lehet kihagyni, tehát azt el kell nyomni. Azért igyekszünk új dalokat csinálni. Mai világban nagyon nehéz. Azért nehéz, mert nehéz neki helyet találni rádiókban, a médiában. Most már más, megváltozott a világ, nagyon megváltozott. Ez nagyon érdekes, hogy van-e félnivalónk a mai, mondjuk veszünk a koncertekről, de az egész zenei világról van. Eddig nem volt olyan határ, hogy hány éves valaki, aki eljön otthon koncertre. Hál' Istennek a mai napig üvöltik a slágereket, ott vannak, eljönnek, mindenhol sokan vannak, de amikor észrevettem, hogy van olyan énekes, aki 3 Népstadiont megtölt egymás után, pusztán úgy, hogy az interneten lesz sztár, akkor észrevettem azt, hogy valami nagyon megváltozott, valami változik. Kíváncsi vagyok a végére különben, hogy amikor eltelik majd 4, 5, 6, 8, 10 év, és mi már nem leszünk a színpadon talán, vagy nem tudom, de ez megint olyan dolog, hogy amíg a Jagger 81 évesen most megint elindult egy turnén, addig nekem nincs félnivaló, de hogy 4-5 év múlva ezek a dalok, amikről most beszéltem, ezek meghozzák-e azt a sikert? Most meghozták, de változik, és egy kicsit tartok tőle. Nagyon nem. Én abban bízok, hogy a mi közönségünk megmarad, és lesz egy új közönség. Yeah.